Köszöntöm nézőinket! Önök választási, rendkívüli hírmagazinunkat látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Szavazókörök. Több első szavazó is voksolt, ők ajándékba kitűzőt kaptak. Részvételi arány. Szentendrén délután 2%-kal magasabb volt, mint az országos adat. Mozgó urna. Többen éltek ezzel a szavazási lehetőséggel városunkban is. Országosan 17 óráig a jogosultak 62,92%-a 4.840.928 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselőválasztáson a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. Szentendrén a választáson 17 óráig megjelent 15.437 fő, a választásra jogosultak 70,22%-a. Legmagasabb a részvételi arány a 12-es számú szavazókörben, ami 75,28% volt, a legalacsonyabb a 7-es számú szavazókörben, 62,98%. Rendkívüli esemény nem történt Szentendrén. Délelőtt a 15-ös szavazókörben forgatott stábunk. Többi között a szavazók arányáról, részvételéről és a kora délelőtti eseményekről kérdeztük a Szavazatszámláló Bizottság elnökét. Ebben a szavazókörben több első szavazó is voksolt, ők ajándékba kitűzőt kaptak. A 15-ös számú szavazókörben a délelőtti órákban már közel 20%-os volt a részvételi arány. Az idősebb korosztály jellemzően a reggeli órákban tette le voksát, és akadt olyan is, akinek ez volt az első szavazása. Semmiféle fennakadás nem történt, nagyon simán ment eddig minden. Úgy vettem észre, hogy a reggel folyamán elsősorban idősek érkeztek, de aztán később a délelőtt folyamán egyre inkább a fiatalabb korosztály is megjelent. Délelőtt 10:30-ig azt hiszem, hogy most már 3 olyan emberrel is találkoztunk, aki életében először szavazott. Kapott mindenki egy kis kitűzőt, egy kis nemzeti színű kitűzőt, amire rá van írva, hogy szavaztak. Jellemző volt a délelőtt folyamán, hogy mindenki türelmesen végigvárta a sorát. Többen az épületek előtt beszélgetve várták, hogy sorra kerüljenek. Mindenki türelmes, egyébként meglepő módon elég flottú halad minden, és nem kell senkinek hosszan sorba állnia, de hogyha előfordulnak kisebb-nagyobb tumultusok, mindenki nagyon türelmesen várja ki az idejét. A szavazás minden ember életében fontos. Van, aki a különböző médiumokon keresztül tájékozódik, van, aki a baráti körében beszéli meg a szavazás kérdését. Csepregi Éva számára is fontos, hogy éljen szavazati jogával. Én világéletemben azon voltam, hogyha valaki kérdez engem bármiről, magamról, a szakmáról, akár még a szavazásról is, akkor válaszolni szoktam. Én nagyon fontosnak tartom, hogy kommunikáljunk egymással. Ha egyszerűen van egy ilyen jogunk, hogy elmondhatjuk így a véleményünket, akkor azzal igenis éljünk, mert valahogy ez viszi előre a világnak a folyását. Egyrészt a média az, ami azért rendkívül komolyan adja ugye a részleteket, és onnan lehet azért tájékozódni. Másrészt pedig az az igazság, hogy a barátaimmal, rokonaimmal azért nagyon sok mindenben tudunk beszélgetni, akár vitatkozni, és ez egy jó dolog. Most tényleg tegnap is koncertjeink voltak, és ott azért a fiúkkal is, a többiekkel is megvitattuk a dolgokat. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a mai világban nem nehéz tájékozódni. Az internet az egy kicsit mindig olyan kétséges, ugye, mert ott sok minden szóba kerül, azt nem is annyira használom ilyen szempontból. Inkább az embereket nézem, inkább a saját magam helyzetét nézem a világban, és a barátaim véleményére adok. A döntés az utolsó percekben is változhat, de a tapasztalat az, hogy a szavazásra felkészülnek az emberek. Ez egy érdekes kérdés, hogy az ember mikor dönt, hogy dönt, ugye sokszor halljuk ezeket a statisztikákat. Én azt hiszem, hogy nagyjából azért az emberek tudják, hogy mit akarnak. Tehát én azt hiszem, hogy lehet számítani a véleményükre. Most már ez, hogy ilyen szabadon választhatunk, ugye én még voltam abban a korban, amikor ez nem így volt, amikor egy választás csak egy jópofaság volt, és semmi jelentősége nem volt. Én úgy gondolom, hogy készülnek rá az emberek.
Sokan a tapasztalataikra hagyatkozva hozták meg döntésüket, és olyan szavazóval is találkoztunk, akinek életében először volt alkalma X-elni. Első szavazóként fontosnak tartom, hogy hozzájáruljak az ország fejlődéséhez szavazatommal, úgyhogy azért jöttem a szavazni. A mai napon felkészülten érkeztek a szavazók, volt, aki saját tollat is hozott. A reggeli rossz időjárás ellenére is hosszú sorokban álltak Pest megye 3-as számú szavazókörzeteiben. Szentendrén 21.985 választópolgár élhetett szavazati jogával. 13 óráig városunkban 42% volt a részvételi arány, ami 2%-kal magasabb, mint az országos adat. A Pest megyei 3-as számú választókerület helyi választási bizottságának elnökét kérdeztük, még a 15 órás adatok megjelenése előtt. A 3. Magyar Köztársaság 9. szabadországgyűlési választását tartották Magyarországon április 3-án 6-tól 19 óráig. Pest megye 3-as számú választókerület legfontosabb adatait Poprádi Zsolt, a helyi választási bizottság elnöke ismertette. Ebben a választókerületben 17 település található, a 17 településen összesen van 92.941 választópolgár. Ezen belül, ami talán a nézőket a legjobban érdekelheti, a szentendrei névjegyzékben 21.985 fő választópolgár szerepel. Most a beszélgetésünk előtt nem sokkal, 13 órakor a szentendrei adat 42.84% volt, ez 9.418 fő, míg az országos adat 40.1%. Talán még érdekes lehet a tisztelt nézőknek, hogy az országos adat a 4 évvel ezelőtti választásadatokhoz képest, mármint a részvételi adatra gondolok most, egy picivel alacsonyabb, tehát kerekítve körülbelül 1,5%-kal alacsonyabb ez az adat 13 órakor, hogy még a hátralévő időben ez hogyan fog alakulni, az természetesen majd elválik. Poprádi Zsoltot a helyi választási bizottság munkájáról is kérdeztük. A helyi választási bizottság gyakorlatilag 7 taggal működik, ebből a 7 tagból 3 tag. A Szentendrei képviselőtestület által választott tagok, ők a választott tagok, ez 3 főre tehető. A 3 fő megválasztotta maga közül az elnököt, szerény személyemben. Ezen kívül még vannak a delegált tagok, tehát a előbb említett 7 főből 4 delegált tagunk is van. Ezeket a tagjainkat a jelölő szervezetek, praktikusan a pártok delegálták a választási bizottságba. 19 órától kezdődött a szavazatszámlálás, ami a népszavazás miatt most bonyolultabb, ezért később várható csak eredmény. Azt azért el kell mondanom, hogy a választási bizottságnak, tehát magának a bizottságnak előre láthatólag, tehát nem maga a bizottság fogja a munkadandárját elvégezni. A munkadandárja a szavazókörökben folyik, tehát a szavazókörökben delegált tagok követik végig egészen a nyitástól, sőt már a nyitást megelőzően, ez ugye reggel 6-kor történt meg, este 7 óráig, a zárásig a választásnak a folyamatát, a választásnak és a népszavazásnak a folyamatát, mert ne felejtsük el, hogy most 2 választási aktus folyik a mai napon. Tehát ők fogják ezt az egész folyamatot végigkövetni és ellenőrizni. A urnazáráskor, tehát 7 órakor kezdődik álláspontom szerint az igen kimerítő munka, a már egyébként is fáradt bizottsági tagoknak ilyenkor kell ugye fölbontani az urnát, az urnákból a szavazólapokat kiszedni, a szavazólapokat rendszerezni, és hát azt meg kell mondanom, hogy különösen megnehezíti az eddigi országgyűlési választásokhoz képest a munkát a népszavazással kapcsolatos teendők is, hiszen a népszavazásnak a szavazólapját is rendszerezni kell, értékelni kell és jegyzőkönyvezni kell. A külképviseleti szavazások miatt végleges eredmény csak több nap múlva lesz, de a 98-99%-os feldolgozottsági adatok már a hajnali órákban is elérhetőek lesznek.
Az ötös számú szavazókörben hosszú sorokban várakoztak a szavazók a délutáni órákban. Előfordult néhány esetben, hogy a választópolgárok otthon felejtették valamely okmányukat, vagy telefonjukon szerették volna bemutatni, de nagyobb fennakadás nem történt. Az idősebb korosztály és sok első szavazó jellemezte az ötös számú szavazókört. A voksolásra több mozgásában korlátozott személy is érkezett, azonban a hosszú sorok készséggel engedték előrébb őket. A szavazási bizottság elnöke elmondta, mik voltak a tapasztalatok a délutáni órákban. Viszonylag az idősebb korosztály van, viszont én úgy látom, hogy nagyon sok új szavazónk van, aki először szavaz. Viszonylag nagy részvételi arány van, több mint 50%-a eljött már a választóknak. Az első szavazók, mint mindegyik szavazókörben, itt is ajándékot kaptak. Egy piros-fehér-zöld kitűzőt kapnak, ami rá van írva, hogy szavaztam pirosan. Délelőtti órákban volt egy viszonylag nagyobb tömeg, nagyon türelmesek voltak, ott még esett is a hó. Mindenki türelmes, mindenkit próbálunk terelni. Amint látják, most is a hatos sor egy kicsikét hosszabb, mint az ötös, de elég gyorsan dolgoznak a kollégák, és szerintem elég gyorsan megy ez az egész. Jelenleg 2 jegyzőnk van, vannak 3 SS B-tag, ebből én vagyok az egyik az elnök, van egy elnökhelyettes, és van 9 kirendelt pártból ember. A szavazatszámláló bizottságok mindenhol az országgyűlési választások szavazólapjait, majd ezt követően a népszavazás szavazólapjait számolják össze, így az eredmények közlése is ebben a sorrendben történik. Először az egyéni pártlistásat szeretnénk, utána az országosat, és a legvégén a népszavazás, mert ez egy viszonylag nagyobb volumenű szavazás, és ahhoz nagyon sok energia kell, így ezt szeretnénk a legvégére hagyni, és ez is van előírva, úgyhogy igen. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon tudják-e a szavazók, hogy milyen iratokkal kell érkezni. Igen, viszont pár alkalommal előfordult, hogy online volt a lakcímkártya, sajnos nem tudjuk elfogadni, viszont majdnem mindenki visszajött a rendes személyigazolványával és leszavazott. A szavazókat is megkérdeztük, miért tartják fontosnak a mai napot. A jövőnk miatt, meg a gyerekeink jövője miatt. Fejtegettük, hogy milyen felületeken és hogy honnan lehet tájékozódni. A médián, interneten keresztül utána olvasgatni. Ma már nem kellett ezen semmit vacilálnom, ez már egy ideje eldöntöttem. Ez a mi nagy napunk, mondta Kori, a Happy Gang énekese, hiszen számára is fontos, hogy éljen a szavazati jogával. A családi és baráti körökben mindenki megbeszélheti álláspontját, de a legtöbbünknek kialakult már a választási kampány alatt a döntése. Miért fontos szerinted szavazni? Hát először is egy technikai jellegű információ. Én saját tollal támadok, mert hátrányos helyzetű balkezes vagyok, és ugye zselés tollal kell írjak, mert különben elkenem. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ez a mi nagy napunk. Értünk van, rólunk szól. Most van, amikor beleszólhatunk a dolgokban. Bizalom és felelősség. Ez a kettő nagyon fontos dolog van a mai napon. Bizalmat szavazunk a jelölteknek, akik bízunk benne, hogy majd teljesítik az ígéreteket. Harmadrészt pedig, mint jó hangulatért felelős szakosztályvezető helyettes titkár, mindenképpen várok meg mindenkit a bulikba, koncertekre, addig pedig sok sikert és kitartást mindenkinek. Ma már rengeteg információ áll a rendelkezésünkre, bombáznak vele. Sokkal nehezebb az a része, hogy kiszűrjük azt, ami számunkra igazán releváns. A fake newsok korát éljük, nagyon sok információ van, egy felhőben élünk benne, és ez a legnehezebb dolog, hogy megértsük és kiválasszuk azokat a tényleg releváns információkat, ami alapján tudunk dönteni. Nyilván az embernek van egy környezete emberileg is, tehát ezek a barátok, ismerősök, úgyhogy általában a hasonló vonza a hasonló, tehát itt szerintem aki szinkronban van a barátaival, családjával, annak egy kicsit könnyebb, de az is előfordul, hogy ma már, hogy teljesen ellenkező álláspontokra helyezkedik akár egy családtag. Én minden alapján nagyon azért nem teregetem ki a dolgaimat, mert nem szeretek konfrontálódni, én tiszteletben tartom minden embernek a választását, a nézeteit. Mondhatjuk, hogy ilyen szempontból egy abszolút befogadó, nyitott ember vagyok, de azért határozottan kiállok a saját értékeimért. Én egy elég kiforrott személyiség vagyok, és meghatározott értékek mentén élem
0 perctől az életemet, tehát nekem ilyen, ezek így nem változtak az életemben, sőt, kifejezetten igyekeztem az értékeim mellett és a valódi önmagam mellett mindig kitartani. Ez nekem egy biztos pont, mint egy iránytű morálisan, és így egy picit könnyebb eligazodni a világban. A mai napon is, mint minden választáson, a Szavazatszámláló Bizottság és az elsőként szavazó választópolgár együtt megvizsgálta, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák, köztük a mozgóurna üresek-e. Ezután a Szavazatszámláló Bizottság lezárta az urnákat. Szentendrén 15 óráig 12.631 fő jelent meg a választáson, a választásra jogosultak 57,45%-a. A hármas számú szavazókörben 610-en tették le voksukat, köztük Kapi Gábor nótáskapitány is. Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem tudott megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogvatartása ebben megakadályozta, mozgóurnát is ígérhetett. Minden nagykorú, vagyis 18. életévét betöltött, vagy annak betöltése előtt házasságot kötött magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy szavazzon az országgyűlési képviselők választásán. Kapi Gábor nótáskapitány szerint fontos, hogy éljünk ezzel a jogosultságunkkal, aki a Pannónia utcai óvúdában tette le a voksát ma délután. Hát úgy gondolom, hogy egy állampolgári jogaszavazás, nagyon fontos, hogy éljünk vele, hiszen a jövőnkről van szó, a jövő generációról van szó, és úgy gondolom, hogy ezt mindenkinek így kéne felfogni és ugye élni ezzel a lehetőségével. És hát az az igazság, hogy egy-egy szavazat esetleg eldönthet egy, akár egy szavazókört, vagy akár egy bővebb szavazásnak az eredményét, és úgy gondolom, hogy ez miatt nagyon fontos, hogy mindenki elmenjen, és ezért jöttem én is el. A parlamenti választáson 199 mandátumért folyik a verseny, 106 egyéni és 93 listás hely sorsáról dönthetünk. A 2022-es országgyűlési választással egy időben népszavazásra is sor kerül, 4 kérdésben szavazhatnak a magyar állampolgárok. Kapi Gábort megkérdeztük, ő honnan tájékozódik egy-egy pártról és annak programjáról. Hát én általában az internet, illetve tévéből tájékozom, de nyilván találkoztunk sajtókiadványokkal is, amit ugye forgalmazva bedobnak a postaládákba, de elsősorban inkább a televízió, rádió, illetve az internet. A nótáskapitány hozzátette, hogy saját belátása szerint hozza meg a számára megfelelő végleges döntést, de meghallgatja mások véleményét is. Beszélgettünk róla természetesen, de a döntés mindig az enyém, úgy, mint a bizonyos műsorokban is szokták ezt mondani, hogy meghallgatjuk mások véleményét, de leszűrve ezekből azokat a dolgokat, amit úgy gondolom, hogy nekem ez megfelel, és az én felfogásomnak, az én gondolatomnak megfelelő, akkor leszűröm, és természetesen én döntök mindenképpen is a saját belátásom szerint. Én úgy gondolom, hogy éppen a kiradásokból, illetve ezekből a tájékozódásokból le lehet szűrni, illetve vannak az embernek egy bizonyos beállítottsága, amelyik irányba ugye az életét eddig is vitte és vedette, és amennyiben ott nincsenek olyan jellegű kilátások, vagy olyan jellegű megnyilvánulások, ami ütközne az én gondolatommal, akkor általában hűségesen szoktam maradni az eredeti dolgoknál. Ma is így teszem. Vasárnap délig kérhettek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben. Szentendrén 10 fő élt ennek igénybevételével. Most kezdtük csak 3 óra környékén, mert rengetegen, nagyon sok ember jött a szavazóhelyiségbe, és most tudjuk őket most sorba látogatni. Ugyanúgy van egy lista, amin rajta vannak az adatai, meg kell nekik is mutatni ugyanúgy a személyigazolványukat, a lakcímkártyájukat, bár hát a lakcím az nyilvánvaló, mert hát itt laknak, és akkor alá kell írni, hogy átvették a szavazólapokat, mind a népszavazásra, mind az egyéni választó körzeti jelöltekre, mind a pártlistára leszavaznak, beteszik egy borítékba, leragasztják, bedobják. Tehát igazából szerintem azon attól eltérően, hogy nem kell elfáradniuk, mert nem 97 évesen például nem olyan könnyű már, de fontosnak tartják az idősebb emberek is, hogy elmondhassák egy ilyen szavazólapon a véleményüket, nyilatkozzanak a jövőbeli elképzelésükről. A 11-es számú szavazókör elnök helyettese hozzátette, hogy most először jelentkezett Szavazatszámláló Bizottsági tagnak.
Én 60 éves vagyok, az életem egyik felét a Kádár rendszerbe töltöttem, a másikat nem abba. Én amikor azban éltem, megfogadtam, hogy én mindig részt fogok venni, ha egyszer majd lesz ilyen lehetőség, hogy megkérdezik, hogy én mit szeretnék, akkor mindig meg fogom mondani a véleményemet, ami abból áll, hogy elmegyek és leszavazok. És szerintem ez fontos a ország, a közösség szempontjából. Tehát én nem akarok többet, mint ez. Egy szavazatom legyen, és azt le tudom adni. Gyarmati Attila elmondta, hogy volt olyan, aki gipszben jelent meg a szavazóhelyiségen, és városunkban csak a legindokoltabb esetben kérték a mozgó urnát. Végül a várható időjárásról. Hétfőn hosszabb, rövidebb időre már mindenhol kisüt a nap, említésre méltó csapadék nem várható. Többfelé élénk lehet a nyugati-délnyugati szél. Hajnalban mínusz 8 és plusz 1, délután 6 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink. Még egyszer, röviden. Több első szavazó is voksolt, ők ajándékba kitűzőt kaptak. 17 órakor 2%-kal magasabb volt a részvételi arány Szentendrén, mint az országos adat. Többen éltek a mozgó urna szavazási lehetőséggel Szentendrén is. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre Ma. Híradóval legközelebb hétfő este 7 órakor jelentkezünk. Kövessék nyomon a választások eseményeit a szentendre.media.hu/tv-szentendre oldalon. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket közösségi oldalunkon is, a facebook.com/tv-szentendrén. Csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!